A harmadik tippem az, mielőtt meccsbe mentek, menjetek kreatívba és 20-25 percet gyakoroljatok építkezni. Találjátok magatoknak egy olyan billentyűzet kombinációt, ami kényelmes, és gyakoroljátok be. Szerintem sokan vannak velem egy cipőben, mármint nem az enyémben, ebbe a cipőben csak én férek el. Második tippem. Ha már megy egy kicsit az építkezés, akkor törekedj arra, hogy mindig te legyél felül. Mármint, hogy tiéd legyen a high ground, mert akkor nagyobb esélyed lesz az 1v1-ben győzelemre. És az utolsó tippem egyben a legfontosabb, az az, hogy ne hajszold annyira a győzelme. Ezt úgy értem, hogy mikor már benne vagy a top 5-ben, akkor hagyd harcoljanak le egymással az ellenségek, és neked csak ki kell várni a sorodat. Egyszerűbb úgy nyerni egy meccset, hogy az utolsó 1v1-ben úgy csatlakozol, hogy az ellenfeled már szinte 0 HP-s, és 1-2 lövéssel nyerhetsz is. Itt is majdnem sikerült a végjáték, csak szem előtt élveztettem a lányzót és egy fránya kalapács és a bokorkempelésbe beleszaladtam. Ez a videó ennyi lett volna, ha tudtam segíteni, akkor nyomj egy lájkot, és a további tartalmakért pedig kövess be YouTube-on, ha szeretnéd csatlakozni egy nézői streamhez, akkor kövess be Twitch-en is. Na sziasztok!